Azt hiszem, hogy ráfér a bringámra egy renoválás. Mocskos, retkes, koszos. Rozsdás lett a lánc, pedig nemrég használtam egy ilyen lánc tisztító cuccot. Lehet, hogy pont attól? Emellett nem nagyon fog. A fék. Legalábbis a hátsó az nem. Illetve a kilométer óra nagyon nem akar csinálni semmit, annak ellenére, hogy működőképes. Bekapcsol, és aztán nem mutat semmit. Még mi van? Ó, igen. El van törve a pedál, ami a hosszú távon nem sok jóval kecsegtet. De ha jól tudom, ez is. Nem, ez nincs elebe, csak sima kicsúszik ez a prizma. Elmegyek, kerékpárboltba is beszerzem a szükséges dolgokat. Pedált, ilyen teljesen egyszerű standard pedált. Mint voltak olyan rendesek is, föl is szereltek. És persze azt mondták, hogy hát nem most látott olajat ez a lánc, pedig igen, egy ilyen kenőt utca nemrég kentem be. De az úgy tűnik, hogy teljesen tönkreteszem, mert az inkább motorhoz való. Illetve vettem még két darab ilyen fékbetétet, amit viszont nekem kell kicserélni, hát illetve még beszereztem négy darab ilyen. Mert csak három, nem, négy darab ilyen külülő prizmát. Standard borostyán sárga. Nem tudom, hogy azok helyére, vagy pedig azok mellé. Na ez majd még elválik. Most pedig irány hazafelé. És felszereljük a cuccokat. Nem tudom, mi van, de tegnap vezettem egy jó 9 órát, és most olyan szinten fáj a hátam. Tehát, hogy szükségem van egy masszázsra. Szerelek be egy fék pupát. Szor. Ábár, de legalább kijött. Kiderült, hogy mi a baj a kilométer órának. Az a fókusz, az nem lesz, gondolom. Ott az az icipici. Kábel szakadás. Amiatt nem működik a kilométer óra. Most ez komoly. Ha nem baj, van.
van egy másik bringán, amit el akarok adni, azon van egy másik kilométer óra, azt majd átteszem erre, viszont a bringa az kint van a telken, oda ki kell mennem érte, és hogyha már oda megyek, akkor már elviszem a kocsit és le is mosatom, mert a tegnapi túra lehet egy kicsit megviselte. Aztán hazajövök, bringával megint elmegyek, és akkor szerzek kábelkötegelőt, meg elemet abban a kilométer órában. A kábelkötegelő az ahhoz kell, hogy fel is tudjam rögzíteni a bringára, de most menjünk kocsit mosni. Megvan a kilométer óra, illetve sikerült 2 darab kábelkötegelőt is szereznem, de az nem lesz elég, úgyhogy még vennem kell. Most viszont irány az autó mosói, mondjuk a kocsira eléggé ráfér már az mosás, főleg a tegnapi kis kiruccanás óta. Mindenféle roborral van tele itt a szélvédő, amit nem tudom, hogy tudok demonstrálni. Látszik ebből bármi, szerintem talán. Na mindegy. Irány az autómosó, aztán bringára föld, irány a közös képviselőbe, be kell fizetni a közös költséget, aztán elektronikai bolt, ahol veszik elemet a kilométer órába, illetőleg szerzek kábelkötegelőt is. Na, azt hiszem most már úgy néz ki kb, hogy kéne. Köszönöm, hogy megnézted a videómat, a következőben találkozunk, ha tetszett, akkor nyomj egy ilyet, esetleg kommentelj is, áhoj!